a 117 perc embere ezen a héten. Tóth Zoltán, közigazgatásik a szakember, választási szakértő, jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Végre itt személyesen a stúdióba, hiszen a választási időszakban nagyon sokat beszélgettünk, de hát virtuálisan, virtuális módon igen. Azonban egyrészt ön a hét embere, minden nap lehet egy jó percig kérdezni önt mindenféle dologról, az, egyrészt az életéből is, nyugodjon meg, hogy minden, mi, minden kérdést <laughs> kinyomozunk, minden tényt <laughs> kinyomozunk. Okay. Másrészt természetesen a szakmájából adódóan egy néhány kérdésre még számíthat. Ami engem most ebben a pillanatban e, e, foglalkoztat, az, az a népszavazás, vagy inkább azt mondanám, hogy népszavazási kísérlet, ami a VOSZ ami a VOSZ kezdeményezéséből már elindult. A, vasárnap, a boltok vasárnapi zárvatartásával kapcsolatban szeretnének egy népszavazást kiírattatni, ugye először is. Azonban már, hogyha a híreim nem csalnak, akkor már a liga is csatlakozott, vagy legalábbis szimpátia nyilatkozatot küldött már nekik. Azonban kezdjük először a hallgatóknak néhány alapinformációval hogyan áll most ma, vagy 2015 van. A 2008 9 10 es években kiírni egy népszavazást még egészen más rendszer alapján működött, mint mondjuk most 2015-ben. Azért azt megkérném, hogy néhány emlékezetes népszavazást 2006-os NATO ellenit említsünk meg, hogy akkor hogyan ment, és nézzük meg azt, hogy ma hogyan tud menni egy népszavazás kiírás. A legliberálisabb, a legenyhébb szabályokat tartalmazó népszavazási törvény az 1989-ben született meg. Ez még a német Miklós kormánya, Kulcsár Kálmán igazságügy miniszterkedése alatt született meg. Ennek az volt a lényege, hogy ha a állampolgárok közül százezren támogatják a népszavazást, akkor azt ki kell tűzni, és ha ki van tűzve, akkor egy jelentős számú részvétel kell. Azonban, mivel akkor ez volt az első szabad választás, ha úgy tetszik, egy fő próbája az, ezt követően, ugye majd 1990-ben megtartásra kerülő mm. első szabad parlamenti választásnak, ezért óriási volt a politikai lelkesedés, és nagyon magas volt a választáson való részvétel. Itt tehát... A Mielőtt tovább mennénk azért ez a százezer fős kezdeményezés. kezdeményezés. ez azért nem túl liberális? 10 Én millió és 100%. mondtam, ezer. hogy ez volt a legegyszerűbb. Igen. Ez volt a legegyszerűbb népszavazás kezdeményezési lehetőség, ez valóban liberális volt. Ugyanakkor a politikai lelkesültség az embereket odasodorta a szavazó urnákhoz, és így tehát három kérdésben sok, -sok több mint 5 millió leadott szavazat alapján ugye gyakorlatilag 95 százalékos. most merünk most ezekről a számokról. Így Igen? Van, így van. Továbbá a negyedik kérdés, amely a köztársaság elnök közvetlen választásának a módjára ról szólt, ott mindössze 6000 szavazat Döntött arról, hogy végül is a parlament. Ugye végül is nem véletlen mondom ezt a szót, ugye közvetett módon uh -huh. maga a parlament választotta meg a köztársasági elnököt. Még Tehát ez egy nagy, ö, in, nagy érzelmi kavarású, hiszen ebbe ugye belejátszott a a Dunagét ügy, az egész Bős-Nagymaros meg belejátszott ebbe a Szabadság első szele, azért Így ezt van. is tegyük hozzá. Van, Igen, pontosan. Ezt követően, 1990-ben egy újabb született, soha ilyen kevesen nem vettek részt a választásokon, ugye itt a Király Zoltán féle kezdeményezés, amihez az MSZP is később csatlakozott, Igen? hogy, hogy közvetlenül Kerüljön választásra a köztársasági elnök. Nos, ezen a szavazóknak még a 15%-a sem vett részt, viszont aki részt vett, az mind igennel szavazott, vagy gyakorlatilag mind igennel szavazott. Tehát 900 ezer igen szavazat mellett néhány nem szavazat volt, de a, a népszavazás érvénytelen volt. Ekkor egy Radikális párfordulás következett be az Alkotmánybíróságon, és az Alkotmánybíróság úgy értékelte, hogy gyakorlatilag ne lehessen népszavazásokat tartani, rendkívül eh, szigorú szabályokat eh, eh, honosított meg párhuzamosan a parlamenttel, így aztán nem is kerültek sorra népszavazások. 1996-ban volt az első kísérlet, amikor hmm? A munkáspárt, a korabeli munkáspárt összegyűjtötte egy népszavazás megtartásához szükséges aláírás számot, azonban a parlament vett egy mély levegőt, és nem tűzte ki a választást. Emlékszik a... arra, hogy egyetlen indokolták -e ezt a döntésüket valamivel? Ö, igen, azzal, hogy majd a kormány fogja kezdeményezni, uh -huh. és ez egyébként egy év múlva be is következett és Ekkorra viszont a magas érvényességi, eredményességi küszöböt a kormány kezdeményezésére a parlament lecsökkentette. Elegendő volt egy érvényes eredményes népszavazásához két millió egy nemű szavazat. Uh -huh, uh -huh. Ennek alapján tartották meg tehát a NATO és az Európai Uniós népszavazás. Talán ez is. a legreálisabb megközelítése a népszavazásnak talán, van, legalábbis van. ebben a csokorban. Hát ennél azért én tudnék még észrevenni. Igen, is, de majd, igen el, talán... majd akkor erről beszélünk. Igen. igen. igen beszélünk. Most 2015-ben a vállalkozások országos vállalkozások, vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége. Milyen kihívásoknak kell, hogy eleget tegyen. Továbbra is 200 ezer. A kötelezően kiírandó népszavazáshoz az állampolgári aláírások száma, azonban a Fidesz fölemelte ismét 4 millió részvételre, 4 millió plusz 1 részvétel szükséges, sőt érvényes szavazat szükséges, ezen belül 2 millió egynemű szavazat, tehát azt igen, ugye, kezd, igen, így van, igen, vagy, vagy nem. nem, tehát egy nemű szavazatra van szükség. Ez azt jelenti, hogy radikálisan megemelkedett a érvényességi és eredményességi küszöb, tehát Látva a mai huzamosabb uh, ideje tartó politikai apátiát, uh -huh. hiszen ha végig tekintünk, 2010-től radikálisan csökken a választáson résztvevőknek a száma, sőt a legtöbb szavazatot elért párt szavazatai száma, száma is lényegesen csökkent. Ugye 2010-hez képest a Fidesz rengeteg, több százezer szavazatot vesztett, de ugyanígy az MSZP is, a Jobbik is nagyon sok uh -huh. szavazatot vesztett, tehát általában is csökkent a részvétel, de ezen belül az egyes pártokra leadott szavazatok száma is rendkívül lecsökkent. Most mi következik ebből, hogy... Nagyon pici az esélye, hogy egy érvényes és eredményes népszavazást lehessen megtartani a VOSZ és a Liga közös kezdeményezésére, kivéve, ha felforrósodnának a, a politikai indulatok. Erre az emberek, azért van, 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 van némi esély, nem gondolja ezt? Bízzunk benne, hogy van, csak hogy. Tehát az egyik nagy szigorítás, hogy két millióról négy millióra emelkedett az érvényességi, eredményességi uh -huh. kérdés. Ez rengeteg. Ez rengeteg. Ez rengeteg. Azonban ezernyi apró buktatót építettek be. Tehát jelen pillanatban az a jogi helyzet, hogy még a kérdést sem nyújthatják be a kezdeményezők. Hiszen a kérdéssel kapcsolatban is olyan formai követelményekkel kell megfelelni, ami vagy pipa, vagy pipa, vagy x. Éjj. Nézzük meg azt a. Azt a pár jogi lépést azért, ami egy ilyen érvényes, kiírt, kiírható népszavazáshoz vezethet el. Az első ilyen abszolút antidemokratikus eljárás, hogy egy, egy államigazgatási szervhez, a Nemzeti Választási Irodának nevezett szervezethez kell benyújtani a kérdést. Uh -huh. Ugye, e, e, normális, tisztességes, demokratikus államokban nem az aparátus dönt ilyen ügyekbe, hanem mindig egy, vagy egy képviseleti szerv, vagy a képviseleti szerv által választás útján létrehozott szervezet. Az jelen esetben a Nemzeti Képviselet. Választási Bizottság volna. volt. volt. De nem így van, mert nem oda kell benyújtani, hanem az irodához, és az iroda maga dönt, hogy az egyébként hihetetlen szigorú feltételeket, ha ő nem látja teljesülni, elutasítja. Olyan érdekes végigkövetni azokat a fajta apró módosításokat. Ezek látszatra csak egy ilyen kis szögekoporsóban, egy pici itt, egy pici ott, egy szervtől átirányítom az elvégzését egy hi hivatalba, hiszen egy I hivatalra beszélek, aminek a végeredménye az, hogy hát nem tudom, tehát tényleg valóban abban lehet reménykedni, hogy a VOSZ és a Liga együtt akkor érje a célját, az a fajta, ahogy is mondjam, utcai aktivitás, amit azért egyébként látunk, át tud fordulni. Valamilyen részvételi aktivitásba. Vajon ez. Tegyük fel, hogy túlestünk az első. Az, a, a... Ne tegyük fel, mert jelen pillanatban Más abban túlvegyünk? a helyzetben vagyunk, hogy nem lehet benyújtani a VOSZ és a a vállalkozók, a BOSZ és a Liga, liga kezdeményezését, Igen? mert egy egyébként nem létező párt, ez az összefogás párt, már benyújtott egyet elsőnek, és annak még nem kegyeget le a jogerős elbírálás határideje. A Nemzeti Választási Iroda már elbírálta, elutasította Igen? egyébként, azonban én biztos vagyok benne, hogy ott van, ott lapul már a Nemzeti Választási Iroda fiókjában az összefogás, Újabb, újabb beadványa, amit ha elsőnek vesznek elő, akkor megint akadály van, és nem lehet elbírálni az újabb kezdeményezést. Egyébként a gyurcsányék, a DK így bukott el? Igen, Mert így van. január 8-án kezdte az összefogás, ugye ők 10-én nyújtatták be, jellemző egyébként a választási iroda sportszerűstlenségére, hogy nem hozta nyilvánosságra, hogy most egy meghatározott ideig nem lehet benyújtani új kérdést, hanem hagyták idézőjelbe téve, hogy lesrefusson a DK, és utána látványosan elutasították. Hogyha minden a törvény által adott határidőt összeadok ebben a folyamatban, akkor akár több évet is kitehet, hogy esetleg. Én az van. első lépéshez el tudjon jutni Tehát a Ez több lépés lépés lehet. a Nemzeti Választási Iroda részéről, ha világosan előre megmondaná, hogy mikor lehet benyújtani, és mikor oldódik fel a benyújtási tilalom. Nincsen egy olyan törvény vagy jogszabályi háttér, amely kötelezné őket arra, hogy teljesen világosan, transzparens módon helyezzel azokat az elbírálási elveket, azokat a törvényi jogszabályokat, jogpontokat. Tehát most össze kell, úgy kell össze vadászni a vonatkozó jogszabályi háttér ja, darabonként innen, onnan, amonnan, ha jól gondolom. Igen. Ez az elmúlt 25 évből 20 évig úgy volt, hogy a választási iroda tisztességesen tájékoztatta a közvéleményt, és egyenlő módon tájékoztatta a pártokat. Uh -huh. Nem volt közelebb valamelyikhez, vagy távolabb másiktól. De itt van még egy ilyen, ilyen alapvető probléma, mégpedig az, hogyha <laughs> végül is egyszer csak kiderül, hogy az összefogás, amely Azért ezt mondjuk el újra. 6500 szavazatot értek el a 2014-es tavaszi választásokon. 6500. Ez az összes leadott szavazatnak a 0,1%-a. És ezért több száz okay. millió forintot vettek fel kampánytámogatás céljára. Ugye ön most nem Tehát azt akarja sugallani, hogy esetleg valamilyen módon ez egy kampánypárt? De én azt mondom, hogy a, a parlamenti választáson indult 18 pártból, amelyik országos listát tudott állítani, 8, de facto nem létező párt. Csak attól vannak, hogy be vannak jegyezve a bíróságon. Mert Viszont a ilyen, ilyen helyzetekben nagyon jó, hogy vannak. Ilyenkor nagyon jó. Hát utalhatunk akár Veszprémre is, uh -huh. ahol jelen pillanatban 26 bejegyzett Én is néztem. Két héttel ezelőtt voltak 19-en, most vannak ugye 26-an, uh -huh. és mennyi időnk van még? Hát van még. Tehát, hogyha ilyen tempóba emelkedik Igen. a jelöltek száma. A politikai száma. aknamunka mind a két esetben, mind a parlamenti választás már a általános. Uh -huh választ, mind az időközén ugyanaz. Ez egy általános Induljon sőségben? sok párt, még több párt induljon, vigyen el mindegyik csak 0,1%-ot a, a ellenzéktől, de minden 0,1% jót tesz a jelenlegi kormánypártnak. Ugye most azért is csapdába vannak ott egy előre Veszprémbe, mert nem tudni, hogy a Fidesznek hány jelöltje indul, egy vagy kettő, ugye van ott egy fajta <hým> háború, de hát ez a végére csak kiderül. Jól van, akkor most egy kicsit áteveztünk ugye az általános választási feltételekre, illetve annak az átvilágítására, ami éppen most zajlik. A kollégák jelezték már, hogy ezzel kapcsolatban önt fogják kérdezni. A hét emberének egy külön témája lesz ez. Úgyhogy egy pillantra visszatérnünk még a népszavazáshoz. Tegyünk egy rövid nemzetközi kitekintést. Különös tekintettel arra, hogy uniós tagállamok vagyunk, tagállam vagyunk. Így érdekes megnézni azt, hogy az Európai Unióban uniós szinten hogyan írható ki népszavazás, mik a határok, mik a feltételek az Unió teljesen új utakon jár Magyarországhoz képest. Magyarország visszafelé megy a damaszkuszi úton, tehát nem a demokrácia, hanem annak a felszámolás irányába haladunk. A részvételi demokrácia, az állampolgári kezdeményezések az unió szintjén teljesen legitimek. Ennek két fajtája van, az egyik ugye, amikor az, maguk az uniós állampolgárok 28 tagországban kezdeményezhetnek jogszabályok megalkotását vagy módosítását az Európai Bizottságtól. Mm -hmm. És ebből a 28 országból ugye összesen 1 millió aláírás, akkor köteles elkészíteni a bizottság egy javaslatot, amely az Európa Parlament számára De jó azért itt az készül. arányok könyörgöm, tehát a 28 tagállam lakosaihoz, millió, tehát, ugye, tehát ugye ez érti, amit millióhoz mondok. kell viszonyítani, ezt ez az, az 1 milliót. Igen. Tehát nagyon csekély Magyarországról egyébként, mert ilyen nemzeti kvóták is vannak, 16 ezer aláírás szükséges, hogy Magyarország is támogatója legyen e, valaminek. Ehhez képest Magyarországon egy saját népszavazás kezdeményezéshez 200 ezer dolog kell. Elméletileg majdnem a lakosság fele, felét kellene aktivizálnom, és a lakosság Minden. majdnem negyedét kellene ugyanarra a válaszra a megnyernem. Minden. Tehát itt a minőségi különbség az Európai Unió és Magyarország között, hogy az Unió a részvételi demokráciába irányába halad. Jó, hogy ezt ön mondja ki. Én azt hiszem, hogy a népszavazás állapotának egy országban, hogy hogyan áll, az a részvételi demokrácia olyan, mint egy tiszta tükör. Igen. Olyan, mint egy tiszta tükör. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Holnap visszavárjuk ide a 117 percben.